Üdvözlöm Önöket, kezdődik a Kilátó. Mai közéleti magazinunkban szó lesz arról, hogy mérföldkőhöz érkezett a 100 európai klímasemleges város misszió Miskolcon. Emellett ellátogatunk a Fazekas utcai általános iskolába, az intézmény ugyanis idén ünnepli 60 éves fennállását. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Márton Ádámot, klímavédelemért felelős polgármesteri megbízottat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye, ahogy a felvezetőben is említettem, mérföldkőhöz érkezik a 100 európai klímasemleges város misszió, és ugyan erről itt a stúdióban, illetve a híradóban is számtalanszor beszámoltunk, már mégis röviden vázolja nekünk, hogy mit is tartalmaz ez a misszió, és mikor csatlakozott hozzá Miskolc. Az európai zöld megállapodással összhangban az Európai Uniónak kitűzött célja, hogy 2050-re az első klímasemleges kontinensé váljon. Éppen ezért egy olyan kezdeményezést indított el, ahol élenjáró városokat, olyan úttörő településeket keresett, akik ebben a misszióban egy olyan szerepet vállalnak fel, hogy kutatóközpontokként a új technológiáknak az első kipróbálásával, innovatív beavatkozásokkal elindul ezen az úton az elsők között, és jó példákat mutat be, kipróbálja azokat a megoldásokat, ami ahhoz kell, hogy a klímacélokat elérjük, és ezeket a tapasztalatokat átadja később a többi európai település számára. 2022-ben nagy büszkeség számunkra, hogy közel 400 jelentkező közül választották ki Miskolcot, Magyarországról még Budapest és Pécs mellett ebbe a misszióba. Ezzel a misszióval kapcsolatban ugye az első komoly lépés az megtörtént a múlt héten, hiszen volt egy partnerségi találkozó, hogyha szabad így fogalmaznom, és itt egy ilyen tájékoztatót kaphattak azok, akik partnerek szeretnének lenni a várossal. Miről szól ez a partnerség, és milyen szerződés megkötésére fog majd sor kerülni? Igen. Az elmúlt hónapokban, közel egy évben egy nagyon komoly előkészítő munkát végeztünk el, az önkormányzatnak a klímavédelmi csoportjával, szakértő partnereinkkel, illetve a részvételi programba bevonásba került civilekkel, lakosokkal együtt közösen. Ez az előkészítő folyamat arra szolgált, hogy elkészüljön egy új stratégiai dokumentum, az úgynevezett városi klímaszerződés. Bár szerződésnek hívják, ez nem egy jogi kötőerejű dokumentum, hanem a szerződéssel, mint névvel, azt az együttműködést, azt a partnerséget, azt a közösséget szeretné erősíteni és kifejezni az Európai Unió és Miskolc is, hogy ez a misszió nem csak az önkormányzatnak a missziója, hanem valamennyiünké partnerségben, együttműködésben, a lakossággal, a civil szervezetekkel, a városi intézményekkel, cégekkel közös ügyünk legyen a klímasemlegesség elérése, a városi klímatudatosságnak a fejlesztése. Éppen ezért ennek a dokumentumnak az elkészítése az megvalósult az elmúlt hónapokban. Felálltak a szakmai munkacsoportok, ahol elkészült egy problémaleltár, beavatkozási terveket, intézkedési terveket, finanszírozási terveket készítettünk el, és ezt az elkészült dokumentumot mutattuk be múlt héten szerdán a Városháza dísztermében egy partnerségi fórum keretében. Kik lehetnek partnerek? Az a célunk, azt szeretnénk, hogy lehetőség szerint mindenki beleálljon ebbe a partnerségbe. Egészen a város legnagyobb cégeivel is kapcsolatban vagyunk. Nagyon nyitottak voltak a partnerségre, hiszen az ő működésük, az ő hatékonyságuk, az ő költségeiknek a csökkentése, illetve az ő termékeiknek a zöldebbé, környezetbarátabbá tétele is belefér ezek közé, a célok közé. Partnerségben vagyunk a helyi kutatószervezetekkel, intézményekkel is, a Miskolci Egyetemmel, a Bai Zoltán Kutatóközponttal elsősorban. Hiszen itt olyan megoldásoknak a kifejlesztéséről, kipróbálásáról van szó, amelyek ma még nem evidensek, sok közülük még kutatási fázisban van, és ezeket mind ki szeretnénk próbálni, lehetőség szerint alkalmazni. Emellett partnerségben vagyunk, a részvételi program keretében már elindult a partnerségünk a miskolci civil szervezetekkel, azokkal a nem formális szervezetekkel, szomszédságokkal,
akik egy együttműködő partneri közösségként szintén tenni szeretnének a városért. Azért, hogy élhetőbb, zöldebb, környezetbarátabb legyen a településünk. És természetesen egyéni ember szintjén, magánember szintjén is lehet kapcsolódni a misszióhoz, egészen praktikus kicsi dolgokkal. Onnantól kezdve, hogy végig gondoljuk a saját szokásainkat. Hogyan fogyasztom én az energiát? Lekapcsolom-e a lámpát? Járatom-e feleslegesen a sütőt? Használok-e árnyékolót, vagy inkább klímát használok nyáron? Akinek kertes háza van, az leburkolja-e az előkertet, vagy esetleg növényeket ültet? Gyűjti-e a csapadékvizet és azzal locsol, vagy elvezeti a csapadékvizet és csapvízzel locsol? Egészen ilyen pici, apró szinten gyakorlati példákkal is tudnak kapcsolódni a civilek, a lakosok a saját szintjükön a misszióhoz, egészen odáig, hogy egy nagy vállalat energiahatékonysági beruházást hajt végre. Egészen odáig, hogy a városnak az energiarendszerét, a geotermikus rendszerét például bővíteni szeretnénk. Miről szól ez a dokumentum, vagy akkor nevezzük akkor idézőjelesen szerződésnek, tehát mit fognak aláírni azok, akik partnerségre szeretnének lépni a várossal? A városi klímaszerződésben, amit az angol nevének a rövidítésén keresztül CCC-nek hívunk, városi klímaszerződésnek az a legfontosabb megállapítása, hogy a város törekszik arra, hogy ezt a klímasemleges állapotot elérje. A klímasemleges állapot praktikusan azt jelenti, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása az kevesebb lesz, mint a nyelőkapacitásoknak a lehetőségei. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kevesebb energiát fogyasztunk el, kevesebb, hatékonyabban használjuk fel a megtermelt energiát, megújuló energiaforrásokat hasznosítunk, és bővítjük a zöld felületeinket. Ezt a nagy célt lebontottuk részterületekre, részcélokra, és mindegyik ilyen részcélhoz akciókat, beavatkozási lehetőségeket társítottunk, lehetséges partnereket kerestünk a végrehajtáshoz, illetve finanszírozási lehetőségeket, igényeket is feltártunk annak érdekében, hogy ezek a beavatkozások ne csak papíron, hanem a gyakorlatban is meg tudjanak valósulni. Ez az akcióterv és a finanszírozási terv fejezete a dokumentumnak, de a legfontosabb fejezete az a partnerségek, elköteleződések fejezet, ahol bemutatjuk azt, hogy a misszió mögött, a városi klímacélok mögött valódi összefogás, együttműködés áll valamennyi korábban felsorolt érintett részéről. Miért éri meg bárkinek csatlakozni ehhez? Ez egy nagyon jó és nagyon fontos kérdés. Az Európai Bizottságnak az az ígérete, hogy ehhez a nagy átalakuláshoz, ehhez az élenjáró szerephez természetesen nagyon sok forrás szükséges. Éppen ezért azok az együttműködő partnereink, cégek, intézmények, akik csatlakoznak a klímaszerződéshez aláíró félként is, ők részesülnek abban az előnyben, hogy az Európai Uniós pályázatokon a közvetlen brüsszeli finanszírozási lehetőségeknél előnyben részesülnek, akár dedikált pályázati lehetőségek is megnyílhatnak részükre. Egy másik nagyon fontos előnye a missziónak az a tudás, a tapasztalatcsere, hiszen 100 európai város, Európa szerte kutatóintézmények partnerségben vannak a misszióban, éppen ezért minden szakmai szervezet hozzáfér ehhez a legfrissebb, legújabb tudáshoz, illetve partnereket, együttműködéseket tud keresni ebből a 100 városból és a 100 városnak a partnerségeiből egyaránt. Egyének szintjén, magánemberek szintjén pedig szintén azért fontos, hogy csatlakozzunk, elköteleződjünk személyesen is a misszióhoz, mert ezzel tudunk tenni egyrészt a saját pénztárcánkért, tehát ha hatékonyabban használjuk fel az energiát, kevesebb energiát fogyasztunk, olcsóbb lesz a számlánk. Azért, mert hogyha zöldebb a környezetünk, egészségesebb a környezetünk, mi is egészségesebbé tudunk válni. Hogyha kevesebbet használjuk az autónkat, többet az aktív mobilitási eszközöket, többet sétálunk, akkor mi is személy szerint egészségesebbé tudunk válni. És természetesen nem szabad elfeledkeznünk a fogyasztói szokásainkról sem.
akár az élelmiszerbiztonság szempontjából, akár azáltal, hogy kevesebb felesleges terméket vásárolunk, a saját egészségünkért, a saját pénztárcánkért is teszünk. És nagyon fontos témája még a klímavédelemnek a körforgásos gazdaság, a hulladékgazdálkodás témája. Tehát, ha kevesebbet vásárolunk, tudatosabban vásárolunk, kevesebb hulladékot is fogunk termelni, kevesebbet kell elszállítani, kevesebbet kell deponálni, és természetesen törekedni kell a szelektív gyűjtésre és az újrahasznosításra is. Például Miskolcon elindult az elmúlt hetekben, Miskolc egyes városrészein már a zöld hulladékoknak a szelektív gyűjtése. De ha már külön gyűjtjük a zöld hulladékot, akkor gondoljuk végig azt, hogy hogyan tudnánk ezt helyben hasznosítani, például komposztálással tudunk ebből talajt, humuszt csinálni, és akkor nem kell megvásárolni a virágföldet a boltba. Védjük a környezetet, spórolunk a pénztárcánknak, és óvjuk egyúttal a saját környezetünknek is, környezetünket is, így mindenki nyer. A szerződés aláírására arra jövő héten kedden fog sor kerülni. Mi a teendő még addig a város részéről, illetve aki szeretne csatlakozni, az még dönthet-e akár most is úgy, hogy igen, ő jövő héten szeretne csatlakozni? Természetesen. A március 12-i ünnepélyes aláíró ceremónia az egy első nagy mérföldköve a missziónak, hiszen elkészült a stratégiai dokumentum, elkészült a klímaszerződés, és ehhez még most is bárki csatlakozhat. De a csatlakozási folyamat nem zárul le március 12-ével, akit bármelyik ügy megszórint, megszólít, megérint, az bátran csatlakozhat hozzá a jövőben is. Aki szeretne ugyanakkor aláíró részese lenni ennek az eseménynek, azt biztatom arra, hogy még ezekben a napokban, a hétvége folyamán lehetőség szerint töltse ki a csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat. Ezt megtehetik személyesen is, kint leszünk a Kocsonya Fesztiválon, a Színvateraszon, ott oda lehet hozzánk bátran jönni, lehet kérdéseket feltenni szakértő kollégáinknak, és papíron is meg lehet tenni a csatlakozó nyilatkozatot, az elköteleződéseket. Ugyanakkor ajánlom mindenkinek figyelmébe az online felületeinket is, ahol ezt természetesen szintén meg lehet tenni. A tervezzükmiskolcot.hu városi e-demokrácia felületen, annak a KUL Miskolc oldalán megtalálható minden olyan fontos információ, amit a misszióról tudni kell, illetve ott megtalálhatók azok az űrlapok is, ahol a partnerséget, a támogatást, az együttműködést ki lehet fejezni. Emellett pedig ajánlom mindenkinek figyelmébe a Facebook oldalunkat, a KUL Miskolc oldalt, ahol a legfrissebb információk miskolci klímavédelmi, környezetvédelmi beavatkozásokról, az országos, európai tendenciákról, legfrissebb hírekről folyamatosan tájékoztatunk mindenkit. Ugye a missziónak ez egy fontos, de ugye egy kis része, tehát a misszió még továbbra is folytatódni fog, és ezt neveztük meg most az első nagy mérföldkőnek. Mik lesznek a következők, vagy mik várhatók a jövőben még? Igen, ez egy nagyon hosszú út, hiszen a klímasemlegesség elérése az egy nagyon ambíciózus cél. Ezért azt szeretnénk, hogy a város fejlesztése, a város üzemeltetése, az itt élők, ide látogatók életmódja az minél inkább folyamatosan lépésről lépésre, apró lépésenként és nagyobb beavatkozásokkal egyaránt, minél inkább klímatudatosan, klímacélokkal összhangban történjenek meg. A következő nagy lépés egy pilot projekt, egy kísérleti projekt elindítása lesz, ez márciusban fog elindulni, és a célterülete a Győri kapu lesz. A Győri kapuban olyan kísérleti megoldásokat fogunk kipróbálni, kialakítani, letesztelni, ami az épületek energiahatékonyságát, a közlekedésnek a fenntarthatóbbá tételét, a zöld felületeknek a klímabarátabbá, klímareziliensebbé tételét célozza meg. Ez lesz egy első kísérlet, itt próbáljuk ki ezeket a megoldásokat, amiket szeretnénk a következő években, évtizedekben felskálázni és elterjeszteni az egész városban. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, Önök tartsanak velünk továbbra is. 60 éves a Fazekas utcai általános iskola. A kerek évfordulót az intézmény a többi közt egy videóklippel ünnepli, ami nemrég készült el. Az ötletgazdákkal és a szereplőkkel beszélgettünk. Ez az egész, nem is nehéz, marad.
Színes forgatag az iskola aulájában. Az összes diák és tanár együtt énekel és táncol. A Fazekas utcai általános iskola idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból készült az egész intézményt megmozgató videóklip is. Az ötletgazda az iskola dráma tanára volt. Nagyon régóta gondolkodtam már ezen. Én azt gondolom, hogy egy nagyon sokszínű iskola vagyunk, és én nagyon szerettem volna ezt valahogy megmutatni, valahogy másképp megmutatni, mint egy szokványos imásfilm. Ezért jutott eszembe, hogy kellene egy klippet forgatni, és ez most pont egybeesett a 60 éves évfordulónkkal. Nekem nagyon egyszerű volt gondolkodni, én mindig elmondom, mert egy olyan stáb áll mögöttem, olyan szülők, olyan gyerekek, olyan kollégák, akikkel nagyon könnyű együtt dolgozni, és nekem nagyon egyszerű dolgom van mindig. Én merek nagyot álmodni, mert tudom, hogy mindig van, aki megvalósítja ezeket. Az iskola minden tanulója, kollégák, tanárok, mindenki részt vett a forgatásban, és külön köszönet a szülőknek, akik itt közreműködtek. A klip elkészítése nem volt kis munka, hiszen több mint 700-an szerepeltek benne. Nehezen gondoltam el az elején azt, hogy hogy fogok 700 embert mozgatni. A háromnapos forgatást megelőzték azért próbák, külön-külön összehangoltunk, próbáltunk a táncosok, a zenészek, és akkor utána zajlott az egész. Előzetesen én rengeteget gondolkodtam, ötleteltem, hogy azért a 700 gyerek hogy fog, ki honnan elindulni. Ami kulisszatitok az, hogy probléma volt, esős időnk volt akkor, és nagyon-nagyon izgultam azon, hogy hogy fogjuk felvenni a kinti jeleneteket, de nagyon nagy szerencsénk volt, mert mire elkezdődött az udvari forgatás, addigra kisütött a nap, és hát mint a klipben is látszik, hogy szikrázó napsütésben sikerült felvenni a jeleneteket. A háromnapos forgatás előtt már mindenki tudta a dolgát, ennek ellenére nagy volt az izgalom. A zenére így táncolni kell, tapsolni, és utána így integetni a drónnak, mert nagyon az jó volt, az tetszett. Hát jó megnézni, amikor megnéztem, olyan jó érzés volt megnézni. Éld meg az álmaid, bolond vágyaid, hiszen téged vár. A kedvenc részem belőle az a néptáncos rész, amikor kint vannak az udvaron, mert egyrészt osztálytársaim szerepelnek benne, és nekem nagyon tetszik, mert én igazából nem is tudtam, hogy felülről az ott egy saktáblának néz ki, mert így az én szemszögemből nekem az nem látszik, de felülről nagyon jól néz ki, úgyhogy nekem az a kedvencem. A Fazekas iskola híres, sokszínű művészeti képzéseiről. A pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek rá, hogy már a kezdetekkor mindenki megtalálja azt, amiben a legjobb. Én úgy kezdtem el, hogy festészetes és drámás vagyok, mert rajzolni nagyon szerettem, és játszani, meg túl dramatizálni mindent, azt otthon is nagyon tudtam, meg mindenhol is, úgyhogy gondoltam, itt is jó lesz. De amikor így kiderült, hogy ez csak játék, de fejlődünk vele egy csomót, nekem ez így nagyon tetszett, nem is akartam abba hagyni. Voltak azt hiszem osztálytársaim, vagy valakik, akik kiléptek, de én nagyon megszerettem. Nekem van egy évfolyamtársam, aki ugyanígy drámatársam is. Így ketten vagyunk nyolcadikosok, a többiek mind talán negyedikesek, harmadikosok. És tök jó, hogy mi vagyunk így a legnagyobbak igazából, sokat segítünk Viki nénének is, meg a többieknek is, úgyhogy én nagyon szeretem a drámát. Jó tanáraim vannak, jók az órák, és nagyon jól érzem magam ebben az iskolában. A klip elkészítéséhez az iskola művésztanárai is nagyban hozzájárultak, a zenei alapot is ők biztosították. A stúdiós felvételekkel egy nap alatt készültek el. Az iskola gitártanára szerint pontosan olyan jó hangulatban telt a munka, ahogy a videón látszik. Amikor elkezdtünk dolgozni a klippel,
Először minden zenészt, én, mint gitáros, dobos, mindenki külön megnézte, hogy mit is lehet abból választani saját magát. Tehát nem úgy játszottuk egy az egybe, kotta szerint, hanem tényleg próbáltunk feldolgozni úgy, hogy én gitárral nem csak a riffet játszottam, nem csak az akkordoztam, hanem a kis ujjammal is próbáltam egy kicsit én bevenni a dallamat is. És így minden zenész külön-külön behozta a saját ötletét. Aztán természetesen, hogy gyakoroltunk, próbáltunk, összejátszottunk, elmentük a stúdióba. A stúdió munka ez egy külön móka volt, egy külön élmény, mert a stúdióban még jó kedvűen, mert általában az emberek izgulnak a mikrofont, rögtön megijedt. Na, itt pont fordítva volt, tett a mikrofon, jaj, de jó, és így a mikrofon előtt, amikor a gitárba bekapcsoltuk a kábel, felvétel, hallunk, csend, és csak jó kedven vettünk föl, és szerintem ez a klipben is látszik is, és ez tényleg így volt, ez nem játszottuk, ez tényleg ilyen nagy kedvel csináltunk. Azután, amikor megvolt a dal, amikor csak a zenéré zené alap, elkezdtünk forgatni videót is hozzá, és itt a fazekasban, amikor nagy hangfalba bekapcsoltak, az iskola rádióba is bekapcsoltak, a nagy hang, és az egész iskola, ez a hatalmas iskola zengt ettől a daltól, hú, ez mekkora élmény volt. Ezt az élményt nem lehet máshol semmivel összehasonlítani. És amikor csináltuk a videóképeket, akkor látszott, hogy a gyerekek nagyon szívesen rápózoltak, rájátszottak erre a dalra, erre a riffre. Tehát amikor csak tehet, csak mer, csak vé, és látom a gyerekek, tehát a tanítványom is, mondtam a tanítványomnak, hogy amikor fogsz hallani a zenét, akkor csak ilyen szépen finoman játszd el. És látom rajta, hogy dehogy finoman, így belelendült, elkezdte hogy közben egy kicsit mozogni, meg így látszott, hogy a zene vitte. És ez a jó. A 60 év a fazekas iskolának, tehát ez nagyon fontos szám, mert mi művészi zeneoktatási intézmény vagyunk, és itt leginkább a bent, a teremben szoktunk tanítani a gyerekeket. És az a belső bezártság, az itt kicsit itt maradt a gyerekeknek. Viszont a klip, ami most forgattunk, csináltunk, ez teljesen más, mert a gyerekeknek, tehát a kamera, a felvétel, a mikrofon, ez valami új inspiráció, valami újdonság. És amikor szóltam én is a tanítványomnak, hogy készül egy olyan klip, ahol jöttek forgatni kamerával, mikrofonokkal, rögtön, haj, mindenki, várunk, mikor, nagyon szívesen gyerekek akartak ezt csinálni, és mondtam, ez 60 éves jubileum, úgyhogy egy 60 éves jubileum, kamera előtt, valami videó történt, valami más történt, ezek olyan inspiráltak a gyerekeket. És ezzel a zenével, tehát a zeneválasztás úgy jött, hogy itt nekünk a fazekasban alakult egy ilyen alkalmi fazekas együttes zenekar, band, ahol van zongora, gitár, dob, és van nekünk menedzserünk, Kastyák Viktor, ő a drámatanárunk, és így, amikor gondolkoztunk, hogy melyik az a dal, ami jobban tudja kifejezni a 60 éves jubileumot, de a gyerek szellemét, és az pont, hogy éld meg a csodát. Hú, de jó az a mondani valója, és az pont a gyerekek, tehát tedd, élj, merj, ez pont az. És itt választottunk ezt a dalt. És amikor elkezdtünk dolgozni a dallal, áldogott innen a gitárra, egy kicsit ilyen rokosó figurákat vettem, a dobos, Sajó Marcell, ő is egy kicsit olyan, nem ilyen rock'n'rollos, hanem egyszerűbb, egy kicsit ilyen rokosabb, egyenesebb ritmusokat ütött, rögtön éreztünk, hogy ebben a dalban nem csak a szöveg, hanem a zené alap is friss, modern, ütős, gyors. Igazából így ezek a tevők, így össze is raktak a siker szerintem, a sikeres történet a dalnak, a klipnek, mert a jó zené alapja. Szerintem most egy kicsit olyan beképzelten mondtam, de ez szerintem adott a sikeres sztori a klipnek. Csak tesz, csak mi, tiéd az, amit megér, csak tesz, csak mi.
Az énekben pedig a pedagógusok mellett Varga Andrea, Vajda Éva és Vízi Viktor is közreműködött. A videót az interneten már több ezren megnézték, az egyik cél pedig éppen az volt, hogy minél többen átéljék azt a csodát, amit a gyerekek és tanárok nap mint nap átélhetnek az intézmény falai között. Már az elmúlt tanév vége felé már ez beszédtéma volt a tantestületben, és próbáltunk összegyűjteni ötleteket, tervezgetni, hogy hogyan ünnepeljük meg ezt a 60 éves évfordulót, ami 2023. szeptemberében kezdődött. Sokféle program, sokféle terv, sokféle ötlet jött elő. Ezek egyike volt, hogy csináljunk egy iskolaklipet, amelyik egyrészt próbálja bemutatni az iskolát, próbál egy nagyon dinamikus, színes, jó képet festeni az iskoláról, és hát ebbe fogtunk bele. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ha nincs jubileum év, akkor is tele vagyunk programmal. Köszönhető ez az iskola felépítésének, hisz nem csak a közismereti rész van, itt nem csak a közismereti rész működik itt, hanem a művészeti, alapfokú művészeti iskola is, és így programok tekintetében tényleg azt kell mondjam, hogy nagyon gazdagok vagyunk. A 60 év megünneplése nem csak a jelenlegi pedagógusokról és tanítványokról szól, hanem mindenkiről, aki valaha kapcsolatban állt az intézménnyel. Az iskola története 1963-ban kezdődött, akkor három miskolci kisiskola összevonásából született meg a fazekas. Ezek a kisiskolák azért a város oktatás történetében elég jelentős tényezők voltak, és elég nagy múlttal rendelkeztek. Tehát azok a pedagógusok, akik ebből a három iskolából megalakították az itt egy tantestületet, azok nagy tapasztalattal és nagy tudással bírtak. Egyes vélemények szerint ez volt a város első igazán nagy paneliskolája, már méretét tekintve. Később a 70-es években készültek azok a paneliskolák, amik például Zamoson van, meg a város többi részén. De ez volt az első nagy iskola. 1200 gyerek járt ide akkor, csak bizonyításképpen most 580 tanulónk van. Két műszakban jártak, és ebbe a két műszakos oktatásba belefért a művészeti oktatás, akkor a hangszeres zene oktatás. A művészet oktatás a kezdetek óta fontos alapillére az intézménynek. Volt egy tagozatos időszak, amikor volt zenetagozat, tánctagozat, és ez osztályszinten próbálta kielégíteni az igényeket, a zenét tanulni akarók és a táncot tanulni akarók igényeit. Ez működött egészen 2006-ig, amikor is a művészetoktatásból változás történt, és a alapfokú művészeti iskolák jöttek létre. Nyilván az elsődleges cél azoknak a közismereti tárgyaknak a tanítása, ami minden általános iskolának a feladata. Emellett a művészeti képzésbe, aki részt akar venni, mert ez nem kötelező, tehát ez egy szolgáltatás a szülők felé, a gyerekek felé, amennyiben részt akar venni, ezt minden további nélkül megteheti. És nyilván ott a négyfajta tanszakon képezheti magát. A maga útját így jár. Ott a fejedben a kulcs, a szemed előtt áll egy szár. Képzelet téged vár. Nyilván a célom az nekem is, mint az elődömi, az előttem lévő igazgatóknak, hogy ezeket a hagyományokat tovább vigyék. És mindenféle tekintetben, mind a közismereti részben, mind pedig a művészeti részben olyan gyerekeket neveljünk, akik tovább viszik az iskola hírnevét, és az életben megállják a helyüket. Olyan alapokkal próbáljuk meg ellátni őket, amit a középfokú oktatásban és később nagyon gyakran a felső oktatásban tudnak használni. Thank you.
Velünk forog ez a föld, de veled mégis helyben áll. Hé, gyerek, ébredj már! Gondok vihara gyötör, de képzeletben szállhatnál. Hé, gyerek, ébredj már! Mikor leszakad az ég, vagy beborul a láthatár. Hé, gyerek, ébredj már! Egy gondolat elég, s felragyog a napsugár. Hé, gyerek, ébredj már! Csak kicsi vágy, kicsi ész, ennyi csak az egész, és megint végtelen kaland vár. Fejedben a kulcs, a szemed előtt áll egy szár. Képzelet téged vár. Azt kell, hogy olyan tőzet gyújts, hogy álmaimban látunk már. Képzelet téged vár. És te csak tedd, te csak hidd, mi megkövetünk mind, és a csillagos ég a határ. Cserébe önmagadat ad, ez nem is olyan túl nagy ár. Képzelet téged vár. Ez az egész, és nem is nehéz, amit remélsz, az élet mosolyon rád. A képzelet téged vár. Hé, gyerek, ébredj már. A képzelet téged vár. Csak így, csak tedd, csak vidd, csak mondd. Kedves nézőink, ennyi fért a mai kilátóba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket a jövő héten is. Viszontlátásra!